Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlési képviselő urak, tisztelt polgármester úr, vezérigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy közlekedési infrastruktúra beruházás, így egy vasúti beruházás is hosszú távra épül. Az itt mellettünk látható 151 számú vasútvonal idén 140 éves. Az első szakaszát, a Budapest-Szabadka közötti szakaszát 1882-ben adták hát eleink a forgalomnak. Ennek a megújítása van most jelen pillanatban folyamatban. Azonban egy ilyen beruházás időtávja nem csak az időtávja hosszú, hanem az építéssel kapcsolatos előkészítési idők is. A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének első még tárgyalóasztal melletti szakasza a 2016-os nemzetközi egyezmény megkötése volt, amelyet 2018-ban követett egy Európai Unió hivatalos lapjában megjelentetett nyílt közbeszerzési eljárás, amelyet követően a kínai-magyar államközi egyezmény és hitelszerződés alapján 2021-ben tudott hatályba lépni a munka. Egy építési beruházásnak az első előkészítő szakasza szintén a tárgyalóasztalok, illetve a terv és rajzasztalok mellett zajlik. Ez a tervezési engedélyeztetési szakasz 2021 év végén zárult le, amelyet követően a kivitelezési munka a bontási munkálatokkal kezdődött meg. A bontást követően azonban az építkezés az első igen látványos és új értéket, eddig nem látott értéket teremtő szakasza egy-egy beruházásnak, amelynek a mai napon lehetünk a tanúi. A körbenézünk frissen lerakott, dömörített ágyazattal és vadonatúj sínekkel találkozhatunk a legmodernebb vasúti építőgép látszók mellett. Ez a szakasz az, amely mindig látványos és alkotó szakasza egy-egy építési beruházásnál. Ez az építés egy 110 éves elgondolást is megvalósít, hiszen a 150-es vasútvonal műszaki paraméterei között egy cél szerepelt már, és az 1910-es években meg is épült körülbelül 30 kilométeren egy kétvágányú szakasz, amelyet sajnos a háború miatt vissza kellett bontani. És a mai napon, illetve ezekben az években nem csak ennek a régi tervnek a megvalósítása, hanem annak a fejlesztése is folyik. Most 160 kilométeres pálya, 22,5 tonnás tengelyterhelésre épül, amely lehetővé teszi a gyors személyforgalmat és a nagy tömegű áruk szállítását. A beruházás keretében átépül 341 vágánykilométer pálya, 91 darab szintbeni, 2 darab külön szintű keresztezés, 13 darab gyalogos peron aluljáró, 26 darab lift épül, 29.000 négyzetméter kényelmes személybeszállást biztosító magas peront építünk, 381 P+R és 410 B+R parkoló biztosítja majd a zökkenőmentes és kényelmes közlekedést. 59 kilométeren építünk zaj- és rezgésvédelmet. Ez a vasútvonal az Európai Unió műszaki szabványainak megfelelően a legmodernebb vonatbefolyásoló ETCS rendszerrel is fel lesz szerelve. A lebonyolító, beruházás lebonyolító kínai-magyar vasúti non-profit ZRT a két állam közötti megállapodásnak a letéteményese és a profi megvalósításnak a garanciája, de ezért dolgozik a CRE konzorcium is, amely szintén egy kínai-magyar együttműködést valósít meg. Mi is a jelentősége a vasútvonal átépítésének és megújításának, a kapacitások bővítésének? Az Európai Unió célja az, hogy 2050-re a közepes távolságú személy- és áruszállítás 50%-át vasútra és vízi útra terelje. Ezáltal a közlekedésből eredő károsanyag kibocsátást 60%-kal csökkentse. És hogy miként lehet ezt elérni, nagyon jó példa erre egy áruszállító vonat példájának áttekintése. Ezen a vasútvonalon korábban heti 10 pár áruszállító vonat közlekedett 20 kocsival és szerelvényenként 40 konténerrel. Ez hetente 800 konténert és 40 000 kamiont terelt át közútról
a vasútra, és azt látjuk, hogy a vasúti áramszállítás 9-szer kisebb kibocsátással, károsanyag kibocsátással rendelkezik, mint a közúti áramszállítás. Ezzel mentesítjük a közutakat a forgalomtól, illetve a széndioxid kibocsátástól, tehát nem kell magyarázni bővebben, hogy miért is hasznos ez a társadalomnak. De nem csak az áruforgalom kapcsán, hanem a személyszállítás tekintetében is lesznek előnyei ennek a beruházásnak. Elővárosi viszonylatban 20 perccel rövidebb menetidővel számolunk majd, a Budapest-Kelebia útvonalon 1 órával rövidebb menetidőt tapasztalhatnak majd az utasok, és hát a Budapest és Belgrád közötti jelenlegi közel 8 órás menetidő 3,5 órára fog majd csökkenni a beruházás 2025-ös elkészültét követően. Az áruforgalmazásnak pedig a nagyobb tengelyterhelés és a kiszámítható, ütemes, folyamatos menetrend biztosítása az elsődleges. A jelenlegi kivitelezési időszak azonban nem csak a pozitív hozadékokkal jár, kényelmetlenséget, kellemetlenséget is jelenthet az itt lakóknak, ezért szeretném megköszönni a türelmét és kérni a további türelmét az itt a beruházás hatásterületén lakó lakosságnak, azzal, hogy a teljes és részleges vágárzár idejére a Mávolán csoport keretében a Volánbusz ZRT biztosítja a vasútpótlást, és augusztus 29-től egy új vágányzári menetrendet fogunk életbe léptetni, amely természetesen az iskolai időszakra, de ami ennél is fontosabb, hogy az eddig beérkezett utasészrevételekre tekintettel került kialakításra. Az áruforgalom sem állt meg, a teljes lezárás idejére a Szeged-Röszke vasútvonal előrehozott és felgyorsított megvalósításával folyamatos tud lenni Magyarország, illetve Közép-Európa a déli tengeri kikötőktől történő áruval való ellátása. Tehát ezúton szeretném kérni továbbiakban is a lakosság türelmét annak érdekében, hogy egy korszerű, biztonságos, gyors, kényelmes vasúti közlekedést tudjunk itt közösen kínai-magyar együttműködésben megvalósítani. És ezúton szeretnék kívánni mind a lebonyolító, mind a kivitelezőnek egy ütemezett, folyamatos munkavégzést annak érdekében, hogy a kitűzött határidőben át tudjuk adni a közforgalomnak ezt a vasútvonalat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, miniszter úr, vezérigazgató úr, a képviselőtársam, szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm természetesen mindazokat, akik ma ránk kíváncsiak. Egy térség életét nagyon hosszan befolyásoló beruházásról van szó. Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy a velem együtt ma ebben a korszakban élők ilyen nagyságrendű beruházást ezen a település soron, ami a 150-es vasút mellett fekszik, nem volt, és tartok tőle, hogy elég sokáig nem is lesz. Még a legbátrabb elemzők is, akik próbálják ennek a vasútépítésének a hatását és a szélességét, hogy milyen messzire fog kihatással lenni, még talán ők sem elég bátrak, amikor ennek a következményeit próbáljuk felmérni. Meg szeretném köszönni a kivitelezésnél és az előkészítésnél résztvevőket, felsővezetőket, ennek a hozzáállását, akik a tervezésnél, majd a terepbejárásoknál, a térség polgármestereinek, lakosainak a kérését szinte mindegyiket figyelembe vették. Mi itt persze vasútépítésről beszélünk, és ahol vezérigazgató úr említette, kiegészítő beruházások is zajlanak, és sokszor ez rendkívül fontos a település lakóinak. Nem csak itt Kiskörösön, ahol a legnagyobb mértékű lesz az épület infrastruktúrális beruházások látványos kivitelezése majd, de Soltvadkerten is, és további településeken is, további mind parkoló, mind kiszolgáló létesítmények, és egyéb a településen lakók életét megkönnyítő beruházások fognak a vasútépítésen keresztül megvalósulni. Pontosan tudjuk, hogy elsődlegesen egy dupla vágányú, és főleg a Görögországból váratlan Pireuszból irányuló, onnan érkező, távol-keletről érkező áruk Európába való minél gyorsabb juttatása, és netán európai áruk ezen földközi tengeri kikötőponthoz való eljutatására fog szolgálni elsősorban ez a vasút. De legyünk őszinték, a hétköznapi embereket rendkívül foglalkoztatja az a melléktermék, és most ezt idézőjelbe tettem, ami a személyi közlekedést jelenti, hiszen itt már hallhatunk egy
időintervallumot, amellyel egy óra hosszával rövidebb lesz ennek az útszakasznak a déli pontjától Budapest elérése. És ez egy izgalmas kérdés a jelen településen lakók, sőt a környékben letelepedni vágyóknak, ugyanis ez azt jelenti, hogy innen Kiskörösről, de a környező településekről egy picit délebbre, Soltvadkert, de az északiabbak, Csengőd, és sorolhatnám az összes települést, gyakorlatilag egy óra hossz alatt Budapest központjába váratón a keleti pályaudvarra fognak tudni bejutni. Ez azt jelenti, hogy ennek a vasút működése esetén az itt élők hamarabb bejutnak Budapest belvárosába, mint jelenleg budapesti lakosok, akik a Perem kerületen netán a Budapest vonzás körzetében laknak. Ez annyira új perspektíva, hogy megindult a településeken az ingatlanok és a lakásvásárlások azoknak a fiataloknak, akik látják, hogy ez 3-4 év múlva ez működik, addigra ők az ingatlan építkezésre rendbe lesznek, és egy óra alatt beérnek a keleti pályaudvarhoz. Tehát, mint említettem, még merész gondolatok mellett sem tudjuk pontosan felmérni ennek a hatását. Szeretném biztosítani miniszter urat, az építkezést vezetőket és a kínai magyar vegyes vállalatot, hogy bármilyen a térség jelenlévő polgármestere és a vasútvonal mentén fekvő polgármesterek részéről nyugodtan keressenek meg bennünket. Nincs olyan kérdés, amelyet eddig is ne tárgyaltunk volna meg, és hogyha itt például a nyomvonal kisajátításokkal kapcsolatosan, hiszen beszéljünk erről is, pályaív korrekciók miatt sok helyen a régi vasút nyomvonal helyett teljesen máshol fog menni, nagyobb íven fog menni a vasútvonal, és innen Kiskőröstől délfelé nincs meg a dupla vasúti pályáknak a űrszelvény szélessége, tehát itt magánszemélyektől jelenleg zajló egyeztetési folyamattal földvásárlás, kisajátítás fog történni. Ha bármi ebben a folyamatban vita, kérdés adódik, akkor magam, mint országgyűlési képviselő, de természetesen a település polgármesterei állnak rendelkezésre abban, hogy ne akadályozzuk meg, ne hátráltassuk a magunk részéről ezt a beruházást, mert, mint említettem, ennél nagyobb és a térség életére kiható beruházást a mi generációnk többet már nem fog látni, és mi még nagyon sokat szeretnénk ezt élvezni. És ahogy baráti körben szoktam, először csak viccelődésnek hangzott, de most már egyre komolyabb, hogy egy reggel azt fogom majd megkérdezni a feleségemtől konkrétan, hogy egy kávéra Belgrádban, és ez nem lesz utópia, hanem ezt meg fogjuk tenni. Én ott szeretnék lenni ennek az ünnepélyes alkalmon. Köszönöm a figyelmüket!